Tisztelettel köszöntök mindenkit a sorozat 55. részében. Na, voltam lent egy párszor, egy pár ilyen Twilight-os, ilyen Mistcraft-os világba. Ezúton szeretném jelezni, hogy az egyikbe beszopódtam. És nem azért, mert nem volt nálam linking book, meg nem azért, mert nem tudtam volna lekérni az EMI rendszerből ugye az előzőleg bemutatott módon, hogy ugye remote order-el beírod, hogy linking book, és szépen itt van. Na most erre nyomok egy requestet, és missing. Egy linking book. Tehát ez konkrétan bent van, de valamiért nem tudja lekérni ez a kurva remote order-el. Most megpróbálom visszarakni. Nem tudom, hogy mi az oka. Tehát nézzük még egyszer, linking. Igen, tehát ezt nem lehet lekérni. Igen, elég fura. Ez az egyik. A másik, hogy lementem, becrashelt a internal server, és eldobta a mapwriter mod, ez, az összes beállított age-es cuccot, látjátok? Nincs age. Dimension. Hoppá. Bazd meg, át kellett volna rakni a dimension. Na mindegy, de nem találtam. Így, mert fasz vagyok. Na mindegy, és az van, hogy erre egyetlen egy módszer van, hogy vissza tudja jönni. Ez jó, hogyha így valaki elbassza, mint én, és hülye. Következő, át kell menni, ugye nyitni kell egy Word-ot, és ezt a Word-ot meg kell nyitni LAN-ra, mert nekem ugye a cheat-ek nincsenek beállítva, tehát én nem tudok teleportálni. Aki tud, annak jó. Megnyitod LAN-ra, allow cheats on, és a következőt kell beírni. Tehát azt mondod, hogy per tpx, nagyon fontos. Tehát tpx, a nevet, és nulla. Ezzel a parancsal bármelyik dimenzióból visszateleportál a nulladik dimenzióba, ami ugye az overworld, a spawn pointra. Jó, ezt így jó tudni, hogyha valaki miscraftozik, és véletlen már mindent elbasz, és nem tud visszajönni, akkor így kell. Tehát a cheat-ek legyenek benyomva, kinyithatod a világot LAN-ra, TPX neved nulla, és visszakerülsz. Na, akkor erről ennyit a mai részben. Ja, még egy gyors dolog. Csináltam a Facebookra egy szavazást, amin lehet ugye általatok összettem, amiket írtatok ötleteket, hogy milyen anyagból legyen a halálcsillagunk, és oda felraktam ezeket a ugye ötleteket, vagy akármiket, anyagokat, és ott lehet rájuk szavazni. A link len lesz a leírásban. Na. Akkor a mai részben az lesz, hogy Mistcraft-tal folytatjuk, de nem úgy, ahogy eddig, hogy csak sima random világ, hanem megpróbálunk módosítókat belerakni, és megnézzük, hogy ez hogy működik. Na most ugye az első körben, tehát eddig így csináltuk, beraktunk egy sima linkpanelt, szóval egy linkpanelt, igen, és ez most konkrétan egy random világot generált. Na most, ezekkel a page-ekkel lehet módosítani ezt a linkpanelt a következő képen. Igen ám, csak elfelejtettem azt, hogy most itt nézegettem, hogy nekem mivel tudnám ezt bemutatni. Hát az addig rendben van, hogy itt van egy csomó mindenem, de igazából ez nem sok minden. Tehát itt azért ennél sokkal-sokkal több age-et tudunk. És hát sokkal több módosító van. Na mondjuk próbáljuk ki ezt a flatword-ot, hogy ez így mi történik, hogyha ezt megcsinálom. Még mindig én is csak taperolom ezt a modot. De elmélet, ez megint csak az, hogy elméletben tudom, hogy működik gyakorlatban. Ez nem mindig szokott úgy történni, ahogy az ember szeretné. Hát igen, ez egy kicsit ilyen érdekes dolog. Nézzük csak. Na most beraktam ugye egy flatword-ot. Nézzük, deskriptív, ez a age 8, jó. Linking bookon van. Ez hova visz? Age 5-be, az nekem nem jó. Gyorsan adj egy izét. Link panel. Aztán még megnézzük, hogy lehet még ilyen age-eket, vagy ilyen page-eket szerezni. Már nem csak az a módszer van, hogy lemész is könyvtár. Van itt más is. Jó, ez belőle. Mit-e? Oké. És go le. Így, 8. Ja. Na, elméletileg ennek egy flatwordnek kell lennie. Jaj, már megint ez a zöld szar, hát nem igaz.
Igen, az úgy látszik, ezt előszeretettel randomolja. Na nézzük, ez most Flat World lett. Ajánlom. Ezt ide. Ó, nincsen. Nincsen izém. Mindegy, most nincs nálam ilyen bookstand, de nem is lényeges. Ez nekem Flat World-nek tűnik. Leszámítva ezeket a bemélyedéseket, azon kívül egyébként Flat World. Tehát az... Jelöljünk csak be itt egy... Hát inkább ilyen spawn. Jó. Group az pedig a... Age 8. Oké. Okay. Menjünk. Igen, ez határozottan Flat World. Na, tehát ugye ennyi az egész. Ugye a link panel után pakolgatod. És ezt a Flat World-ot lehet módosítani még tovább elméletileg. Tehát, hogy milyen biome legyen. Valami ilyesmi. Na most... ja... Igen, igen, ez határozottan Flat World. Jó, ezt még meg fogjuk nézni, hogy pontosan hogyan lehet, mit hogyan lehet módosítani. Igen, teleszaladt a memória megint. Mert ezt... aha, na, zsír. Igen, így kell Flat World-ot csinálni. Ez nem túl bonyolult eddig. Na most nézzük meg azt, hogy lehet még, milyen módszerrel lehet ilyen age-eket ugye úgymond farmolni. Mert azt mindenki látja, hogy ez így tök kevés, meg így tök idegesítő. Most érted, 50 félét létrehozol, és igazából egy-két könyvtár van, aztán meg semmi sem, meg ilyen tök idegesítő, ennek van egy jobb módja, na nézzük. Kell nekem első körben, miért nem nyitod meg, te fos... Hello. Na, kell nekem ez a safarinet. Mi ez? Pink slime, azt meghagyjuk. Villager. Hó, van itt villageres zsír. Ugye ebben van most egy falusi. Ezt szaporítsuk, ugyanis van miscraftos falusi, aki nekünk ad page-eket, bizonyos, egy ugye megadott mennyiségű emeraldért cserébe. Hát nézzük, hogy spawnol-e nekünk ilyen. Endermant, azt kiszedjük. Az ide bejön. És ezeket pedig on, bekapcsoljuk. Meg még szeretnék csinálni egy itemet, ami egy kicsit megkönnyíti, hogyha mondjuk van 28 darab falusink, akkor ne kelljen szopni azzal, hogy hogyan trédeljünk velük. Ez pedig a trading post. Rohadt egyszerű, jukebox. Jó. És block of emerald. Vá, ez egy kicsit drága, de nem baj, mert a lézerünk ugye ellát minket emeráldal rendesen. Azt ide lehozom. Ez egyébként annyit csinál ez a trading post, hogy a közelében nem tudom hány blokk távolságban lévő falusiaknak a trade cuccát mutatja, hogy miket adnak el, de ezt majd most mindjárt megnézzük. Ugye a falusiben van, nézzük, akkor mit alkot ez ide nekünk. Ajtó fel. Jó, no villagers found in range, tehát most range, tehát nincsen. Na nézzük, kapcsoljuk be a spawnert. És elméletileg, ha megöljük őket, akkor dobhatnak emeraldot. Kíváncsi leszek, hát mob assessünk az van szépen. Aha, ott vannak. És ha rámegyünk erre, így van. Itt mutatja ő, hogy ugye mit adnak el. Most kicsit hagyom ezt itt futni. Jó, ezek egyelőre még semmi. Az mitől sebződött? Mitől sebződnek? Kikapcsoltam az ezeket. Aha, az ad ilyen Matrix szart. Ezek nem tudom, ezek melyikek. Ezek a kékek. Lehet, hogy ez a miscraftos, hoppá. Itt van. Zenith Phase. Hát az mondjuk speciál, nem kell. De látjátok, hogy ugye így lehet azért page-eket szerválni. Na, hagyom ezt egy kicsit futni, és akkor megnézzük, hogy milyen falusiakat szerváltunk. Na, itt egy érdekes. Van itt egy olyan, aki notebookot ad el. Na, és a notebookban ott szokott lenni okosság. Notebook. Merjek még egyet venni? Az most vajon random lesz? Hát rápazarlom ezt a 20 emeráldot. Nem az többet? És miért nem ad? Ej, mindegy. Nézzük, mi van ebbe a notebookba. Mert ugye ebbe több page lehet. Így van. Waterblock, Tendrils, Huge Tree, Dark Moon. Akármi. Zenith Phase már van. Overcast. Igen, itt már egyébként érdekesebbek vannak. Fast Weather, az jó, Red Color, az is menő.
Last Direction, Navi Color, Maroon Color. Ah, picsába. Link panel. Ja, itt azért nyitottam ki, mert itt bent sebződtek, és megláttam ezt a notebookost, és muszáj volt vennem tőle egyet. És féltem, hogy meghal. Eternal Storm. Még mindig nincs szerencsém a Void-dal, úgyhogy várunk még egy kicsit. Na, srácok, egyelőre nem jártam szerencsével még. Már lett itt egy csomó notebookom. Viszont nagyon-nagyon hasznos page-eket szerváltunk. Szerintem, amíg ez itt fut, én addig gyorsan még egyszer ezen átnézünk, ezen a módosítós cuccon. Közben átnéztem, hogy ez hogy van, utána néztem. Szóval az van, hogy a módosító úgy működik, elég furcsa, és nekem is elég hát időbe telt, mire így leesett, hogy most mi van. Tehát még mindig nem teljesen tiszta. Mondjuk nézzük ezt a yellow color-t. Megkeressünk egy sky color-t, így. Ez jó példa lesz. Tehát az ember azt gondolná, hogy úgy működik a dolog, hogy... hogy azt mondom neki, hogy ugye random, ide rakok egy bört, oké, és azt mondom neki, hogy a sky color legyen sárga. Opá, nem ez, hanem ez. De nem, nem így működik. Tehát előbb kell a sárga szín, tehát maga a módosító, és utána kellenek a módosítandó dolgok. Tehát elméletileg, ha most ebbe a világba lemegyünk, hú, egyébként nem egy egyszerű mutatványám ez a izé Miscraft, szóval ilyen úristen. És ebben a világban lemegyünk, itt most sárgának kell lennie, ezt most innen leszedem a francba, a világunknak, Age 8, nem Age 10, fű, már rengeteg világunk van. Age 10, tehát ha most ide lejövünk, ugye van nálunk a Linking Book, akkor most sárga, így van. Látjátok? Tehát rosszul mondtam, ha mondtam, vagy nem tudom, hogy előbb be kell rakni a módosítót, tehát mondjuk ilyet, hogy sárga szín, vagy zöld szín, vagy akármi, és utána, hogy milyen, mit módosítasz. Tehát itt most a sky color, és ez logikailag mindegyikre igaz. Age 5. Jó, itt van. Tehát igen, az elég furcsa. Na most nem fogom most megvárni, míg lesz Void Age-ünk. Na, szerintem itt fogok megöregedni. Viszont ezt hagyni fogom, és felvételen kívül szerzek Void Age-et mindenképpen ezektől a nyomorék falusiaktól. Hát igazából így lehet a legjobb Age-eket beszerválni. Úristen, már mennyi van itt. Mi ez? Lush Desert. Fú, szóval brutál. Brutál mennyiségűt kell leszpónolni. Mindegy, figyelj, van izénk. Van még itt Mob Essence. Igazából nem érdekel a dolog annyira. Majd lesz. Hát én ezt hagyni fogom itt futni. Majd most nem, mert itt idegesít a hangjuk. Hopp, nem így elkapcsolt ki. És egyből rohannak ki a sok idióta. Jó, tehát ugye így kell az age-eket módosítani. Mikor majd lesz egy csomó módosítónk, akkor majd ez szerint fogjuk. Hát itt látjátok. Ja, találtam egy érdekest. Notebook. És van egy olyan, hogy... ebbe. Itt volt az elején. Ten huge, akármi. Nem. Ugye meg lesz. Itt volt valahol az elején. Egy olyan, hogy Liquid Ender óceán. És elméletileg az hozzáad folyékony Ender óceánt, hogyha megtalálom. Ó, pedig az itt volt valamelyik ilyen notebookba. Lehet ebbe. Itt van, Liquified Ender Block. Tehát ezt így konkrétan belekúrja izébe. A világba, és egy ilyen baszom nagy óceánunk lesz. Megnézzük. Ilyet még ezt én sem láttam így működés közben. Na, ennek még azért szentelek egy kis időt. Gyorsan. Link panel, kevés a tinta. Gyorsan tinta. Link. Pont van egy. Oké. Okay. Az így elég lesz, mert aztán még meg akarom nézni, amiket írtatok, hogy azokat mennyire gáz elkészíteni. Például a White Stone-hoz mi kell pontosan.
Jó, azt mondja, hogy rakjuk össze, oké, limpanát ide, és akkor tegyük be ezt a... Ki kell szedni a könyvbe. Tegyük be ezt a Liquified Ender blokkot, rohadt kíváncsi vagyok. Hogy ez mit fog produkálni. Lehet, hogy aztán semmit, vagy még kéne hozzá egy csomó módosító, hogy működjön, de én ezt most kipróbálom, mert én ezt így gondoltam. Úgy, oké. Jó. Linking book, oké. Hova hoz? Overworld. Jó, ez a kezünkben van, és 11, ezt innen kibaszom. Gyere ide, úgy. És 11, bejössz. Na nézzük. Rohadt kíváncsi, hogy elvileg mondom, itt folyékony endört kell, hogy találjunk, mert az poén, mert akkor innen fel tudjuk ugye pumpálni ebből a világból. Na. Gondolom valami óceán. Aha. Mekkora szar. Ez ilyen kockás cucc. Mindig bejelölöm az irajzét. Spawn, oké, nem al. Na, mindegy, maradhat orban, leszarom. Nézzük. Hát, hogyha lesz enderünk. Lehet, ezt nem így kellett volna, mert mondjuk kellett volna még valamit. Mondjuk egy óceán bajomot. Ez mi a tököm? Random fura építmény. Na mindegy. A Nether Fortress az megint van. Zsivány. Jó, igazából ezt az Age-et meghagyom, mert ez nagyon érdekes, hogy ilyen kockás. Visszamegyek, és akkor megnézzük, hogy amiket írtatok, hogy ezt mennyire gáz beszerezni. Na, közben itt vagyok. Lenéztem ide, hogy hát halad valami, hát nem. Na mindegy, mondom, elférünk itt a Mob Essence, az annyi van, hogy sose fogy el. Úgyhogy nézzük meg, amit írtatok, az, hogy legyen ez a White Stone cucc. Most erre kíváncsi vagyok, ezeket most én itt elpakolom. Na, nem mindegy, leszarom. Szóval White Stone, az azt hiszem, hogy Extra Utilities. Smooth White Stone, nézzük. Kajak, cukor kell csak hozzá. Az viszont megoldható. Nézzük, hogy néz ki. Beteszem izébe, kamuflásba. Csak előbb alszok. Ez mondjuk jó lehet. Mondjuk ti azt hiszem az Extra Utilities-est írtátok, de szerintem ez kb. Pont ugyanaz. Megnézem azt. Tehát White Stone. Akkor nem így, hanem extra. Hogy ez mennyivel másabb, tehát hogy az fehérebb, vagy izé. Colored Bricks. Aha, igen, ez a Colored Brick. Igen, ez a paintbrush kell hozzá, ennek mi a receptje? Hát az kurva egyszerű, ilyet be tudunk állítani autocraftingra, csillió darabot, és akkor csak simán egy valamilyen dye kell, ami... Nézzük csak egy ilyet. Hát azt mondom neki, hogy paintbrush, csinálj egyet. Na, simán. Jó, és... mondjuk azt mondom, hogy stone. Természetesen bármit be lehet. Tehát stone, legyen mondjuk bone meal, és ez a brush. Így, most lett 3. Aha, hát ezt így nem. Miért nem? Vagy lehet, hogy csak bricket lehet? Aha, nézzük csak a bricket. Stone bricks. Ott van. Szerintem az csak simán, vagy hát az csak azzal lehet így. Aha. Viszont ez jó, mert hetet ad. Tehát amit beleraksz, azt megadja. Jó. Ez is jó. Na, akkor ugye itt a White Stone. Ezt mindjárt kihozom ide. Nos tehát. Azt mondja, hogy camouflage. Mondjuk nézzük először a White Stone-t. Igen, ez komoly ez a izé méret. Nem tudom, lehet még nagyobb lesz, bár egy kedves kommentelő kiszámolta, hogy hány darab blokk
lett, ez durva. Valami 20 ezer lett, az a, hogyha az egyik féleképpen nézzük. Hogyha azt mondom, hogy a, ha a sugarának vesszük a scale modult, akkor 20 ezer blokk. Ha átmérőnek vesszük, akkor 5800 blokk. Ez nem is néz ki rosszul ám. Zsír. Ó. Oh. Igen, egy kicsit itt renderelést azt segíteni kell azzal, hogy közel mész. Hát ugye így néz neki sima Whitestone-ból. Nem rossz, nem rossz. Hát itt még egy picit, úgy. És nézzük meg mondjuk Stone Brick-ből. Kíváncsi. Egyébként ez hajaz egy picit az Endstone-ra így. Mondjuk az ilyen talán zöldesebb, nem? Nézzük meg Colored Bricks-ből. Szegény megint össze kell állnia újra. Na, ez lenne a brickes változat. Stone brickes. Hát nem tudom, ez túl ilyen zsizsikes. Szerintem. Hm, mindegy. És itt van nálam egy endstone. Ezt is megnézzük. Hogy milyen. Na, és így néz neki endstone-ból. Szerintem ez is jó. Na, ugye amint említettem, hogy... kim van a szavazás Facebookon, lehet szavazni, most már be is mutattam, hogy melyikek lennének a ugye a blokkok, így kinézetre is, most már így könnyebb lesz dönteni szerintem. Bevállalható a Whitestone-nak, a simának és a brickesnek is a kraftolása, szerintem nagy tételben is. Ugye ilyen 20 vagy 5000 tételes dologra gondolok. Nem tudom, ilyen Void Age-et nem sikerül szereznem, hopp, ez ki van kapcsolva, fuck you. Lásd desert. Hát igen. Na mindegy, én ezt még fogom futtatni, de mindenképp szerzek Void Age-eset. Tehát, ja, addig fogom itt ezt a Mob Essence-t használni, ameddig... Tehát fogom azt itt hagyom a picsába a gépet, azt majd szépen itt spónolja ezeket a nyomorékokat. Azt egyszer csak lesz már olyan, amiben van izé... Van Void Age. Jó? Úgyhogy ez így meg lesz mindenképpen. Ja, úgyhogy szerintem, megnézem, hogyan felvételi idővel. Hát 22 perc, úgyhogy én szerintem már újdonságban nem fog belekezdeni. Hanem szerintem elköszönök. Mai részben sikerült rájönnünk arra, hogy tulajdonképpen hogy lehet módosítani a Mistcraftos világokat. Most ez az Endstone, ugye ez a Liquid Enderes nem nagyon jött be, mert oda még kellett volna valamit tenni. Szerintem egy, mondjuk egy Ocean Biome-öt módosítani erre a likvides enderös cuccra. Mindegy, nem érdekes. Igen, itt lehet majd berakni a page-eket, itt lehet őket másolni, hogyha csak egy van belőlük, stb. Majd ezeket is meg fogjuk nézni. Meg azt hiszem, hogy kövi részre én nagyon sok page-et fogok szerezni, és elkezdjük végre összerakni a végleges dimenziónkat, ahova le fogunk költözni, a többit meg a picsába kidobálom, mert nem kell. Ezek csak tényleg ilyen teszt jelleggel készültek, úristen. Corrupted Sands, ez azért. Nem, egyszerűen nagyon, nagyon kevés eséllyel dobják ezt a, izét, ezt a voidos cuccot, úgyhogy majd még utána nézek, hogy lehet ezt könnyebben beszerezni. De mindegy, szerintem ez lesz az útja, úgyhogy én mára szerintem megköszönöm a figyelmet. Ja, hát nagyon reménykedek benne, hogy lesz ilyen szarunk végre. Biztos, hát figyelj, mondom, tényleg addig fogom nyomatni, ameddig nem lesz, meg itt nincs mese. Sajnos ez egy kicsit ilyen magába futós dolog lesz, aztán egyszer csak lesz valami. Jó, én mára viszont megköszönöm a figyelmet. És amennyiben tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!